Köszöntöm nézőinket, a stúdióban pedig Tubákos Zsuzsanna, aki a Szigetszent Miklósi járás területén tanfolyam szervező, a pedagógusoknak. Szervusz, Zsuzsa! Jó napot kívánok, köszöntöm Ön is, a kedves nézőket, szervusz! A Hunyadi János Általános Iskolában napokban volt egy ilyen tanfolyam. Szeretném, ha elmondanád, hogy mi a lényege és kiknek szól. Ez egy olyan tanfolyami rendszer, aminek egyelőre csak a bemutató óráját tartottuk meg Dunaharasztiban, illetve volt egy bemutató óra Sziget-Szent Miklóson is. Ez a Tanulni jó elnevezésű tanfolyami rendszer, amely már évtizedek óta sikeresen működik Magyarországon. Ez egy nagyon hosszú módszertani fejlesztés eredményeképpen alakult ki. Bejárta már Magyarország nagyvárosait, és most érkeztünk el oda, hogy két helyi szervező révén elérhetővé válik ez a módszer a járás iskoláiban tanuló gyerekek számára is. Milyen visszajelzések érkeztek hozzátok? Miért volt erre szükség? Miért van szükség egyáltalán egy ilyen programra, ahol azt tanulhatják meg a diákok, hogy hogyan kell tanulni? Hát a visszajelzések folyamatosan jönnek. Én magam is tanítottam 12 évig. Nagyon jól tudom, hogy jelenlegi iskolarendszerben mi az, amit meg lehet tanítani, mi az, ami nem fér bele sajnos a mostani tanítás keretein belül a gyerekek nevelésébe, oktatásába. Illetve hát én magam is szülő vagyok, most már két iskoláskorú gyermekkel, és tapasztalom, hogy mi az, ami hiányzik. Illetve a munkámból fakadóan is kapunk folyamatos szülői visszajelzéseket arra vonatkozóan, hogy bizony főleg a korakamasz évektől kezdve megszaporodnak a tanulási problémák a gyerekek többségénél. Mit tanulhatnak itt a diákok? Ez a tanfolyam, itt a két véglet az, amit szeretnék eloszlatni a kedves szülőkben, nem zseniképző és nem korrepetálás. Ez a tanfolyam tulajdonképpen megtanítja a gyerekeket arra, hogy nagyon egyszerű, jól alkalmazható gyakorlati módszerekkel hogyan lehetnek sikeresebb tanulók. Tehát hogyan tudják megkönnyíteni maguk számára a tanulás folyamatát. Nagyon egyszerű trükkök ezek, bárki meg tudja tanulni, függetlenül attól, hogy idézőben milyen okos, vagy mennyire nem okos egy gyerek, tehát ez ettől egyáltalán nem függ, függetlenül attól is, hogy melyik évfolyamra osztályba jár, mert a tanulási helyzetek tulajdonképpen azonosak. Bármelyik osztályba is jár a gyermek, valószínűleg kell neki definíciót tanulni, verset tanulni, idegen nyelvi szavakat tanulni, egy nagyobb összefoglaló anyagrészt megemészteni, átlátni dolgokat. Ezek olyan általános tanulási helyzetek, amikre mindegyikre létezik jól bevált, működőképes, gyakorlati módszer. Ezek a módszerek azok, melyeket mi itt a tanfolyamon elsajátítatunk a gyerekekkel, de nem elméletben, hanem teljesen gyakorlati alapon. Tehát kapcsolódunk mindig azokhoz az anyagokhoz, amikkel éppen foglalkoznak az iskolában, és megnézzük, hogy no akkor ezt a helyzetet, ezt a számodra nehéz tanulási feladatot hogyan lehetne sokkal egyszerűbben, könnyebben megoldani. Tulajdonképpen egy eszköztárat kap így a gyerek a kezébe, és a tanfolyam után bárhol is tanul, tehát egészen az egyetemig, vagy akár felnőtt korban is, mert ugye most már életünk végéig tanulunk, ez az elvárás, ha azonos tanulási helyzetbe kerül, akkor ezt a módszert mindig fogja tudni alkalmazni. Milyen tantárgyak, mindegyik tantárgy? Tantártól teljesen független. Ezek a tanulási helyzetek ismétlődnek tantárgyaktól függetlenül. Tehát minden tantárban vannak szakkifejezések, amiket meg kell jegyezni, összefüggések, amiket meg kell érteni. Bármilyen tantárgyról van szó, kell tudni a gyereknek majd vázlatot írni, lényeget kiemelni, mindezt memorizálni és utána visszaadni. Nyilván minden gyerek más, de hány éves korig, vagy hányadikos koráig kell, hogy a szülő azért mellette legyen, többet ránézzen, esetleg segítsen neki? Erre általános szabály nincsen. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ha belegondolunk, egy kicsi gyerek a születése után az életének első 4-5 évében a világról szerzett tudásának a nagy részét magába szívja. Jó esetben, ugye teljesen automatikusan, ha ehhez megvan a kellően ingergazdag környezet, megvan a támogató szülői háttér, odafigyelés. Sokkal több ismeretanyag rögzül ezekben az első években a fejünkben, mint amit később az iskola rendszer képes ugye beletömni a gyerekek fejébe. És ha belegondolunk, miért van ez? Azért van ez, mert a kisgyerek, ő még felfedezve tanul, utánozva tanul,
és kooperatív módon tanul. Ugye odaáll anyuka mellé, csináljuk együtt, segítek, amiben nem vagy jó, azt én kiegészítem, és a következő nagyon fontos dolog, hogy egy kisgyermek mindig pozitív visszajelzést kap. Hát ugye soha nem szidjuk le a gyereket azért, mert nem tud még csak ötig számolni, vagy mert a pirosat összekevere rózsaszínnel, hanem örülünk minden új tanult dolognak, dicsérjük, és ez egy olyan folyamatos pozitív motivációt jelent a gyerek számára, ami megtartja őt ebben az örömteli tanulási helyzetben. Most ugye bekerül a gyermek az iskolába. Az első években még nincs is gond, főleg ha szerencsénk van, és kifogunk egy olyan szemléletű iskolát, tanítónénit, ahol azért ez a kooperatív tanulás, ez a pozitív motiváció megmarad. Aztán, ahogy telnek az iskola évek, növekszik a tananyag mennyisége, változnak, sokszínűbbek lesznek a tanulási helyzetek, és hát sajnos a motivációval is gondok vannak, mert ugye szaporodnak először csak a fekete pontok, aztán egyesek beírások, kudarc élmények, szinte törvényszerűen úgy jelentkeznek a gondok is. Tehát tulajdonképpen ezt a fajta módszert, ha a szülő érzi, hogy problémák vannak a gyerek tanulásával, már el lehet kezdeni első-második osztályban. Van ennek a programnak egy olyan része, ami kifejezetten iskolakezdő gyerekek számára lett kidolgozva, ennek még az a neve, hogy figyelni jó tanfolyamok, azokat a tanulási alapkészségeket fejleszti, amelyek tényleg ahhoz kellenek, hogy sikeresen induljon el a gyermek az iskolába. Aztán olyan 10 éves kortól 15 éves korig van az a része a tanfolyamnak, amit most még beindítunk itt Dunaharasztiban. Ez az, amit hitelesen pedagógusként én is képviselni tudok, hiszen ezt a korosztályt tanítottam. Amennyiben igény van rá, természetesen a korai tanfolyamot is le tudjuk hozni más oktatóval. Ez olyan 10-15 éves korosztály számára, tehát kifejezetten a felsős korosztály számára lett kidolgozva. És van ennek egy intenzívebb változata is, amely pedig már a középiskolás egyetemista korosztálynak a tanulási igényeihez igazodik. Tehát tulajdonképpen végig tudjuk kísérni az iskolai tanulás teljes folyamatát, és ahol a szülő érzékeli, hogy gond van, akkor ilyen módon a tanfolyam által be tudunk avatkozni, és tudunk javítani ezeken a tanuláshoz szükséges képességeken. Hány alkalmas ez a tanfolyam, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Ez a felsősöknek szóló tanfolyam, ez a tanév során úgy zajlik, hogy 30 héten keresztül heti 2-60 perces órát tartunk. Tehát, ha most elkezdjük februárban, ez azt jelenti, hogy megy a tanév végéig. Nyáron nem szoktunk tanfolyamot tartani. Pont azért, mert hogy mi azt valljuk, hogy a gyerekeknek az iskolai tanulási helyzeteihez akarunk kapcsolódni. Nyáron a gyerek pihenjen, nyáron nincs iskola, és akkor szeptembertől folytatjuk a második fázisával ennek a tanfolyamnak, tehát ilyen módon 30 héten át heti 2 óra ez a felsősöknek szóló tanfolyam. Igen, és egyenlőre csak a Hunyadiban lesz, vagy másik két általános iskolában? Teljesen nyitott a tanfolyam, tehát az, hogy a Hunyadi iskolában lesz valószínűleg a helyszín, ez nem azt jelenti, hogy bárhonnan nem fogadunk tanulókat, tehát itt már Taksonytól kezdve minden iskolából szinte vannak jelentkezések. Tehát nem csak a Hunyadisok számára nyitott. Értem, hogyha más is szeretne jönni, milyen információs pontokon tudják esetleg elolvasni részletesebben, vagy a kapcsolatba lépni veled? A programnak van egy saját honlapja. Az internetes keresőbe simán csak azt kell beütni, hogy tanulnijó.hu, tehát nincs 3 V előtte, illetve a Facebookon is találnak egy tanulnijó Dunaharaszti csoportot, ahhoz is lehet csatlakozni, ott is igyekszem napra készen a tanuláshoz kapcsolódó cikkeket, információkat, tanfolyami információkat közzétenni. Mikor lesz a következő óra? Nem tudjuk még pontosan. A tanulnió honlapon megnézhetik a kedves szülők, hogy bemutató óra közelben hol lesz mostanában, Budapesten is lesz még több helyen, tudunk róla. Az, hogy a tanfolyam mikor kezdődik, az most fog kialakulni, ugyanis ezt mindig úgy szervezzük, hogy a konkrét jelentkezőknek a családi időbeosztásához igazodunk. Tehát a szülők megjelölik, hogy melyik az az idősáv, amikor a gyermek ráér, nincs külön óra, egyéb elfoglaltság, és általában ugye ez jellemzően az esti órákban van az az időszak, amikor megfelelő, és mindig a konkrét 6-8 gyermeknek a személyes időbeosztását egyeztetve határozzuk meg a tanfolyam időpontját. A bemutató órákra a szülők is eljöhetnek? A bemutató óráknak igen, az a lényege, hogy a szülők és gyermekek együtt érkeznek, hiszen már kapnak egy kis kóstolót azokból a módszerekből, amit ugye majd a tanfolyamokon is meg fognak tanulni.
nagy élmény mindig azt látni, hogy úgy távozik a szülő és a gyermek, hogy rádöbbennek, hogy képesek voltak pár perc alatt 10 teljesen összefüggés nélküli szót megjegyezni és bármikor fölidézni. Illetve hát arra is mód van a bemutató órákon, amelyeket mindig a módszer gazdája, Petkes Csaba tart, aki Magyarországon az egyik, jelenleg az egyik legnagyobb tanulásmódszertani szaktekintélynek számít, ezeket ő tartja, ezeket a bemutató órákat, és minden felmerülő szülői kérdésre ott azonnal választ is kapnak a szülők. Ha valaki szeretne részt venni ezen a tanfolyamon, van-e bármiféle költsége? Természetesen ez egy költségtérítéses tanfolyam, tehát ez nem egy ingyenes módszer, bár hozzá kell tennem, hogy tudtommal ez Magyarország egyetlen olyan tanulásmódszertani programja, amit ugye az EU is érdemesnek tartott arra, hogy pályázati rendszer keretében, például hátrányos helyzetű térségekben, sajnos egyelőre csak ott, de pedagógusok számára ingyenes tanár továbbképzés keretében is zajlik ennek a módszernek az oktatása. Itt nem erről van szó, itt ez egy költségtérítéses tanfolyam a diákoknak. Ha belegondolunk, hogy milyen árakon vannak ugye magán tanári órák, korrepetálások, akkor én azt gondolom, hogy a töményen 60 perces óráért alkalmanként az 1500 forint egy méltányos összeg. Kicsi csoportokban dolgozunk, 6-8 főnyi gyerekkel, hogy tényleg minél intenzívebben és mindenkinek a személyes igényeire szabva történjék az oktatás, és természetesen nem várjuk el, hogy egyben kifizessék a 60 órát, itt, ahogy a szülő lehetőségei megengedik, akár havonta is lehet fizetni. Szuper, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és információval szolgáltál. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet.